Mi a modális hangsor lényege? Sziasztok! Egy olyan témát hoztam mára, ami egyébként egy teljesen alaptézis a zeneelméletben és a szolfésban, de nagyon sokszor használjuk természetesen popzenében, improvizációban. Ezek pedig a modális hangsorok. Aki tanult zenét, annak ismerős lehet az, hogy mixolid, dór, frig, locrisi, és így tovább. Nagyon sok titok lengi körbe ezt a témakört, hogy ezeket milyen nehéz jól használni, de hát azt gondolom, hogy minden csak azon múlik, hogy hogy van elmagyarázva, és nem kell mindet egyszerre beépíteni a zenébe, hanem el kell kezdeni megismerkedni velük, nagyon szép és más dimenziókat nyitnak ki ezek a hangsorok, ugye a dótól dóig, a rétől réig, és stb. Úgyhogy bele is nézünk, átmegyünk a zongorához, ez az a témakör, amit zongoránál azért jobban el lehet magyarázni. Na gyertek! Mi a modális hangsor lényege? Van például a C-dúrom, mindig C-dúrból indulok ki, mert az egy nagyon hálás hangnem, ugye nincs benne fekete hang, egész-egész fél, egész-egész-egész fél hangközökből áll, azaz lépésekből. A C-től C-ig terjedő hangsorom a C-dur. Ha megfogom a C-dur skála hangjait, tehát a C-D-E-F-G-A-H-C hangjaimat, és ezt D-től D-ig játszom el, tehát a második fokáról indítom az adott dúromnak, tehát jelen esetben a C-dúromnak, akkor megkapom a dór skálát. A második fokról indítható modális hangsorunknak a neve az dór. Tehát D-ről indítom, ezért D-dór lesz a neve, azaz ré-sornak is hívhatom, mert ré, mi, fa, szol, la, di, do, ré, ré, do, tri, la, szó, fa, mi, ré. És ugyanígy gondolkodok fölfelé, harmadik fokról indul a frig skála, aztán negyedikről indul a lead skála, ugye jelen esetben F lead, aztán jön a G mixolid, aztán jön az A moll a hatodik fokon, aztán jön a locrisi a hetedik fokon. Tehát magyarul a C-dur hangjait én szépen eltolom, és nem a C-től C-ig gondolkodok, hanem a dornál D-től D-ig, és így tovább. Ezeket teljes értékű új hangsoroknak veszem. Ami nagyon fontos, hogy ebben a témakörben nagyon sokszor gondolkodunk szómizálva. Tehát a C-durt dótól dóig szómizálom, ugye dó, ré, mi, fa, szol, lá, ti, dó. A D-től D-ig terjedő hangsoromat, azt ré-től ré-ig szómizálom, tehát a ré, mi, fa, szol, lá, ti, dó, ré, és megyek följebb, mi, fa, szol, lá, ti, dó, ré, mi, a lead hangsorom az fa, szol, lá, ti, dó, ré, mi, fa, ugyanis ez azért van, hogy hangnemtől függetlenül is tudjunk gondolkozni. A C-dur skála soha nem fogja azt a hangulatot adni, mint hogyha én a C-dur skálát D-től D-ig indítanám. Hiába ugyanaz a hangkészlet, teljesen más világba tudom elvinni. Ugye ez azért van, mert a C-dur hangjait a C-D-F-G-A-H-C, tehát jelen esetben a do ré mi fa szol lá ti dót, hogy a C-től C-ig terjedő hangsorom a D-től D-ig veszem, tehát nem dóról kezdem a szómizációs skálámat, hanem ré-től ré-ig. Tehát a dó, ré, mi, fá, szó, lá, ti, dót elkezdem ré-től ré-ig elénekelni, és az lesz, hogy ré, mi, fá, szó, lá, ti, dó, ré, ré, dó, ti, lá, szó, fá, mi, ré. Nem kell szenvedni az ABC-s hangokkal, hanem ki tudom számolni azt, hogy ha D egyenlő ré, akkor E egyenlő mi, F egyenlő fá, és így tovább. És ezt nézzétek meg a többi lebontására is itt majd.
és majd még csinálok videót a modálisokról, mert nagyon sok titok van még, hogy hogyan használjuk ezeket zenébe. Na de addig nézzétek át, pották jönnek!